hogy te hogyan látod mondjuk Magyarország sorsát a következő évtizedekben? Ha látnoknak kéne lenned. Nagyon örültem, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Egyet hadd mondjak. Tegyük fel, hogy változás következik be most, ugye a belpolitika most ilyen nagyon impulzív. Ami utána jön, attól nagyon félek. Miért? Nagyon. Nagyon. Attól is félek, hogyha impulzív marad, hogyha erőszakossá válik, és attól is, hogyha semmi változás nem lesz, hanem nagyon nehéz lesz ezt megváltoztatni. Ez rettenetes, minden ponton. Minden hat mindenre, tehát nem csak az a baj, ami a baj, hanem az hat a színházra, a közlekedésre, a sportra, a mindenre. Mindennek a kezelésére, a televízióra is, erre is, amit most beszéltem, mindenre. Hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, nem tudom, hogy ki az, aki, vagy kik azok, vagy hogy lehet. És a másik attól függ, hogy felfordulás lesz. Pedig nagyon nem mindegy, hogy milyen lesz ez a jövő, ha lesz egyáltalán, akár felfordulással, akár nem, hiszen a családod fiatalabb és egyre ifjabb tagjai, hiszen unokáid is tömkelegek vesz körbe téged, ők itt fognak élni.